Igen, adtam vért. Körülbelül egy ilyen 5 évvel ezelőtt. De azért nem adtam, szívesen adnék, nem azért nem adok, mert nem adnék, hanem azért, mert akkor sajnos kiderült, hogy egy ismétlő oltást nem kaptam meg, és azért nem tudják felhasználni a véremet. Ugye akkor jön rá az ember, hogy ez mennyire fontos, amikor bajba kerül, és ha valakinek volt már kórházban családtagja, vagy szenvedett autóból esetet, vagy bármilyen balesetet, eset, ne adj Isten gyerek, akkor ugye ez nagyon-nagyon fontos, hogy a kórházak, az egészségügyi számlának elég vér álljon rendelkezésre. De hosszú távon a legjobb befektetés, vagy legjobb időbefektetés a sport. Egyrészt ugye ezt segít megőrizni a fiatalságunkat, segít megőrizni a aktivitásunkat, tele van kihívásokkal. Én reggel szoktam sportolni, tehát én is családban élek, tehát nekem is nyilván megvannak az otthoni családi dolgaim, a főzés, mosás, takarítás, és hát nyilván szeretek a családommal lenni, ezért választottam a reggeli időszakot a sportolásra. Én későn kezdtem, sajnos, 2017-ben kezdtem el edzőterembe járni, és akkor kezdtem el személyi edzőhöz járni. Már nem kell személyi edző, mert nyilván megtanultam, tehát ez is egy, az elején mindenkinek ajánlom, de később megtanulja a helyes kivitelezést, és nincs erre szükség. Motiváció viszont minden nap az, hogy az én anyukám 39 éves korában már le akart 100%-ot adni magát, mert hogy olyan egészségügyi állapotban volt. Én ezt hál' Isten nem így érzem, én nagyon aktív életet élek, rengeteget sétálok, biciklizek, akár biciklivel megyek dolgozni. A sport mindenki, ahogyan az élet is, agyvért.